Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, és majd belenézünk ezekbe a szuper távcsövekbe, hogy mi mindent lehet látni. Ábrahám Mónika a Dipol Intézettől érkezett, ők a Klímanocskák program megálmodói. Egyébként ez a program úgy indult, hogy mikor megkerestünk a Dombóvári óvodát, abban a kérésünkkel, hogy csatlakozzanak programunkhoz, hogy Klímanocska program óvodává váljanak. Ez az Energetikai Minisztérium támogatásával egy országos program, mert minden vármegyében egy-egy óvoda válik Klímanocska tagovodává. Most jelenleg ugye 12 vármegyét céloztunk meg, és ennek a része Dombóvár. Ez a képzés úgy épül föl, hogy egyszer eljöttünk ide egy bemutatónappal, ezt Bozókiné Szabó Ildikó mesterpedagógus tartottak, ennek az egész Klímanocska programnak a megálmodója, majd ezt követte egy háromnapos képzés, amelyben itt jelenleg 25 óvónő vett részt, Kaposvár és Dombóvár közösen, ahol ezt az egész Klímanocska szemléletet, módot próbáltuk meg átadni. Tanulságos, kicsit játékos formában, azt gondolom, egy nagyon sikeres program keretében, és az álló rendezvény ez itt most, amint itt vagyunk. Hál' Istennek, ahogy látom, nagyon sok szülő érdeklődve, és a gyerekek nagy örömmel vették azt, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehetnek, és ez valósult meg az Óvodájukban. A Klímanocskák programnak a jelmondata az, hogy nem csak tanítjuk, hanem így élünk. Ez tényleg azt jelenti, hogy Bozókiné Szabó Ildikó, aki 17 éve megálmodta ezt a programot, és Hódmezővásárhelyen a Szabadságtéri óvodában minden nap így tanítja az ő kis csoportját, tehát ők tényleg minden nap foglalkoznak a klíma és környezetvédelemmel, nem csak a jeles napokon, hanem tényleg minden olyan megközelítését megpróbálják ennek, akár a hagyományőrzésen keresztül, akár a közlekedési szokásaink változásán, akár egy olyan szemléletmódban is, hogyan tudunk hulladékot gyűjteni, hogyan tudunk a vizeinkre védeni. Tehát ezt tényleg egy ilyen nagyon komplexnek kell elképzelni, és mi ezt próbáljuk meg elvinni sok magyarországi óvodába, hogy a gyerekek ebből ki tudják venni a részüket, hiszen ők lesznek a következő generáció, ez nekik már tényleg nagyon fájni fog ez az egész klímavédelem, ők fogják elszenvedni, hogyha ezen most nem lépünk és nem teszünk érte valamit. Sokszínűen és kreatívan próbálják megoldani azt a kérdést, hogyan lehet klímatudatosságra nevelni az óvodásokat. A családi napon találkozhattunk szelektív labirintussal, közlekedj zölden, kvízzel, egészséges életmód, interaktív foglalkozásokkal és egy ki mit tuddal is a klímaváltozásról. Ez egy nagyon speciális dolog, hiszen itt azért 3-6 éves gyerekekről van szó, nekik nem lehet táblázatokon, grafikonokon vagy egyetemi disszertációk keresztül tanítani a klímaváltozást, nekik ezt az egészet játékos formába, olyan formába kell átadni, amit ők magukénak tudnak érezni, és amikor ezt megpróbáljuk átadni, akkor nagyon reménykedünk benne, hogy a 6 éves gyerekek már így fognak elmenni iskolába, ott folytatni tudják, és klímatudatos óvodásokból, klímatudatos iskolásokká, és majd klímatudatos felnőttekké válnak ennek a programnak a segítségével, és ez egy jó első etap ahhoz, hogy minden több gyerek környezettudatosan gondolkodjon. A 3 napos képzésnek például az egyik feladata az az volt, hogy egy klasszikus mesét kellett az óvónéniknek átdolgozni, klímatudatos mesévé. Tehát például a Hófehérke és a 7 törpe az egészséges étrendet tanult, a Didergő Kereály energetikai tanúsítványt szerzett, és hasonló ilyen nagyon szuper dolgokat, tehát pontosan ebben próbáljuk azt a szemléletváltást az óvónénikbe is megvalósítani, hogy tudjanak egy kicsit adaptálódni, kicsit elszakadni, és a jól bevált dolgokon, énekeken, meséken, játékokon úgy változtatni, hogy ebbe becsempészük a klímatudatosságot. A program a pedagógusoknak módszereket kínál, bemutatja, hogyan is lehet oktatni és játékos formában átadni a környezet megóvásával kapcsolatos szellemiséget.